Tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik eljöttek erre a mai felemelő rendezvényre. Hagy mutassam be a vendégeladónkat, dr. Obrusánszky Borbálát. Szeretettel köszöntöm az összes kartai lakost, a polgármester urat, a képviselőtestületnek a tagjait, a kartali hírez és nevezetesség, úriembereket és hölgyeket, és minden magyar, becsületes magyar polgárt, aki most megjelent innen a Galga vidékéről, a környékről. Hagy adjam meg először is a szót a kartali Jobbik elnökének, Telek Csaba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném önöknek megköszönni, hogy eljöttek és részt vesztek ünnepségünkön. Mielőtt a meghívott előadónk dr. Obrusánszky Borbála beavatna a robásírás történetébe, egy pár szót szeretnék szólni, miért is tartottuk fontosnak, mi helyi jobbikosok, hogy szülőfalunkat megjelöljük őseink írásával. Több okból tartottuk lényegesnek, hogy Karta település robáshelyiségünk táblával lássuk el. Az első indok tiszteletadás eleinknek, akik birtokba vették ezt a földet, és a kellett vérükkel áldoztak érte. Üzenet is őseinknek, hogy még mindig él a magyar evidéken, bár sok sorcsapás érte nemzetünket, mégis mindig fel tudtunk állni. Útjelzés is a mai kor emberének, hogy térjen vissza azok a hagyományokhoz, értékekhez, amit már elfeledett. Figyelmeztetésünk is szolgál azoknak az idegeneknek, akik azt gondolják rólunk, hogy a magyar kultúra barackpálinkából és bőgatyából áll. Hiszen már akkor írásbeliséggel rendelkezett társadalom minden tagja, amikor még Nyugat-Európa nagy része a teljes írástudatlanságban szenvedett. A székely magyar jövásileg nem csupán egy ABC, hanem egy rendszer, amely a magyar szellemi örökség további részével is kapcsolatban van, új ismeretek megszerzését nyelvünkön keresztül a magyarul történő gondolkodást teszi lehetővé. A székely magyar rovásírás megismerése és használata nem csak hagyományápolás, hanem a nemzet összetartozásának megjelenítése is támpont a magyarság megújulásához. Meg kell tanulnunk használni kell a rovásírást, mert az út a magyar megújuláshoz a rovás műveltségén keresztül visz. Büszkeség ez a tábla minden kartalinak, hiszen a Galga mentén mi vagyunk az elsők, ahol ellátjuk településünket ezzel az ősi írással is. Végezetül egy Benedek Elek idézettel zárnám beszédem, ami úgy gondolom ma rendkívül időszerű. Ne félj, ne szégyeld szeretni a hazát, ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy vad magyar, mint szerít hazafi. Mennél jobban szaporodnak a szerít hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mielőtt elkezdenénk az előadást, kérem énekeljük el a himnuszt. Szeretettel üdvözlöm a megjelenteket. Nagyon örülök, hogy eljutottam Kartalhoz, amikor Telek Csabával megismerkedtem az Attila Király Népfőiskolán, és mondta, hogy milyen nevű településen él, akkor nagyon megörültem neki, hiszen ugye a Kartal egy ragadozó madár, őseinknek az egyik kedvenc vadász
madara volt, úgyhogy azt hiszem, hogy akik itt élnek, méltán lehetnek büszkék a nevükre. És hát amikor még megláttam a címert, hogy ugye az árpádsávos címer is benne van, akkor mert mindjárt tudtam, hogy még előkelőbb helyre jöttem, hiszen ez királyi terület volt ugye az Árpád korban. A másik érdekes dolog, hogy a rovásírás, megbeszéltük, hogy ez lesz az előadás témája, és én nemrég jöttem vissza Székelyföldről, és ott az egyik helyi kutatótól, Rádu Jánostól nagyon új információkat kaptam, úgyhogy tényleg elsőként értesülhetnek ezekről az eredményekről. Rádu Jánosról annyit érdemes tudni, hogy már elég idős, majdnem 75 éves, de kitartóan gyűjtögeti mind a székelyföldi, mind az erdélyi országbeli rovás emlékeket, és talán ő ma az az egyik legjelentősebb kutató, aki, tehát, hogy mondhatnánk, hogy külföldi akadémiai szinten foglalkozik ezzel a témával. Ezt azért hangsúlyozom, mert sajnos a Magyar Tudományos Akadémia egyáltalán nem tartja fontosnak ennek tehát a rovásírásnak a kutatását. Mióta Vékony Gábor meghalt, azóta ez a kutatási terület teljesen lekerült a kutatás területéről, vagy tehát nincs olyan ember, aki átvenné az ő örökét, és hát inkább azt mondhatjuk, hogy inkább elhallgatják a rovásírás kutatásának a jelentőségét, ugye az írásrendszer meglétének sajnos a magyarok számára a kiemelkedő eredményét, mintsem, hogy ugye ezt népszerűsítenék. Mondok csak néhány dolgot, ami meg már csak arra utal, hogy milyen ősi ez a mi írásunk, meg a szavaink is oda vezetnek bennünket, hogy már a magyarok nagyon régen megismerkedtek a rovással. Maga ez a szó, hogy ró, ez megvan mind a régi türk nyelvben, aminek azt mondják, hogy a hun lehetett az elődje, illetve megvan a régi mongol nyelvben, irű alakban, jelet jelent, tehát nagyon hasonlít ugye a róhoz, mint tehát rováshoz, mint jelhez. A másik szavunk ugye a betű, hát mai napig is azt mondjuk, hogy ugye betűírással írunk. Ez a szó pedig a bicsig, bitig, tehát szintén rokon, és az egyik más, tehát az egyik jelentése maga a jel, vagy a betű, a régi türk nyelvben pedig a bics, az pedig ugye vésni, róni jelentést takar. Gondoljunk bele azt, hogy mi az, hogy bicska, nem más, amivel rójuk a rovást, tehát ez is megtalálható, mondom, a nagyon korai türk írásjelekben. De menjünk akkor vissza a kezdetekhez, hogy vajon ugye honnan kezdődhet a rovás írás eredete, milyen területeken találtak ilyen jeleket, meddig tudjuk visszakövetni régészeti leletek alapján. Amikor Kínába jártam 2000-ben, akkor eljutottam a mai Szián városához. Ez ugye arról nevezetes, hogy ott van az agyag hadseregnek az a gyönyörű káprázatos múzeuma, illetve ugye az volt az ókori Kína egyik központja. De úgy látszik, hogy nem csak a kínaiak számára volt fontos ez a terület, hanem valamiféle ősi, azt mondhatnánk, hogy hun előd nép számára is. És ott Szijjántól keletre, körülbelül egy olyan 20 kilométerre találtunk egy neolitikus telepet, úgy hívják, hogy Bampó falu, és ott az ottani feltárt leleteken bizonyos jeleket találtak a kínai kutatók, és a legnagyobb megdöbbenésemre azt írták ott, hogy hát ezek az írásjelek később majd a türk rovásíráson mutathatók ki. Tehát maguk a kínai kutatók írták ezt le. Hát én egy kicsit hitetlenkedve fogadtam ezt az elméletet, ezért megpróbáltam Polonyi Péter könyvébe megnézni, ő az egyik legnagyobb kínai kutató, hogy vajon ő mit mond, és teljesen megdöbbentem azt, hogy helyben hagyta ezt az állítást. Sőt, az interneten találtam néhány ilyen ősi jelet, amit azt mondtak, hogy már a
Szia dinasztia korából származhat, és hogy ez valamennyire esetleg a rovásírás előképe lehetett. Ez pedig azért döbbenetes, ugyanis a kínai krónikások ezt a Szia dinasztiát mondják a hunok első nagy dinasztiájának, és most jóformán vita is van arról, hogy most a kínaiak elődjei lehettek-e, vagy pedig a hunoké. A kínai krónikás azt mondja ugyanis, hogy elűzték a Szia dinasztia utolsó tagját, Csun Vejt, és ő lett a hunok őse. Hát egy ilyen kis bevezetőben azért annyit szeretnék érzékeltetni, hogy Kínában nagyon komoly kutatások vannak ezzel kapcsolatban, és ők, gondoljuk bele, a világ legerősebb gazdasági hatalma arra büszke, hogy ők bizony a hunoktól tanultak nagyon sok műveltségi elemet, többek között az írásnak bizonyos fajtáit, és nem azt mondják, hogy a hunok barbárok és műveletlenek voltak, hanem egy nagyon erős harcias nép volt, aki fejlett kultúrát hozott létre a Sárga folyó környékén, illetve ugye az egész eurázsiai sztepei övezetben. Sajnos nálunk még mai napig azt tartja magát, hogy ugye a türkök hozták létre ugye az első rovásírást, és leginkább ugye a Kültegin feliratát a Krisztus után 8. században a mai Mongólia területén megtekinthető feliratokat mondják, hogy hát az a türk rovásírás egyetlen vagy legnagyszerűbb emléke. Ehhez képest azt mondhatjuk, hogy az elmúlt 20 évben rengeteg sok emlék került elő szerencsére az egész világon. Visszamennék a térképhez. Sajnos nincs egy ilyen lézermutató, úgyhogy nem tudom pontosan érzékeltetni, úgyhogy majd a földrajzi ismereteinkre hagyatkozhatunk. Tehát azt láthatjuk, hogy ugye a türk birodalom viszonylag későn alakul ki, a Krisztus után 6. században, a mai Mongólia területén. És a Krisztus után 8. század közepéig tart, ekkor egy másik hatalom, az ujgur veszi át az ő szerepüket. Mongol régészek, történészek nagyon sok korai türk feliratot is találtak. Jóformán azt mondhatjuk, hogy már amikor megalakul a türk birodalom a 6. század közepén, akkor már kifejlett türk írást, türk rovásírással találkozhatunk, ami arra utal, hogy nem akkor kezdik el kifejleszgetni a jeleket, és ugye nem akkor kezdik el összehozni az írásrendszert, hanem valószínűleg ők már egy nagyon jól működő írásrendszert vesznek át, és ugye hát kiktől vehetik át? Hát a hunoktól, akik ugye egész Belső Ázsiát, Közép-Ázsiát uralják, az európai központjuk pedig nem máshol volt, mint a Kárpát-medencében. És ugye, ahogy a mongolok, vagy a kazakok, vagy akár az észak-kínaiak a hunokat tekintik őseiknek, úgy természetesen mi magyarok is, és azt mondhatom a székelyföldi út kapcsán is, meg egyéb történeti kutatásom alapján, hogy ez nem legenda és mese, és mindenféle mendemonda, hanem ezek komoly történeti tények, tehát csak a magyarsággal kapcsolatban ez az igazság, amit a krónikák leírnak számunkra. De miért is fontos az, hogy ugye a hunokig vezessük vissza a rovásírást, ne álljunk meg a türkökig. Azért, mert a mongol régészek már nagyon sok rovás feliratot találtak a mongolai hun sírokban. Éppen aki ellátogatott Székelyföldre, az a régész Erdem bátor, ő tárta fel a legnagyobb hun királysírokat a mai Mongólia középső részén. Ott ő is azt mondta, hogy eddig 21 jelet sikerült nekik már beazonosítani, és ugye azt állapították meg, hogy bizony nagyon sok jel nem a türk rovásírással egyezik meg. Éppen azért volt jó, hogy ők eljöttek Székelyföldre, mert ők éppen azt szeretnék megnézni, hogy ezek a hun jelek vajon akkor honnan származhatnak, vagy kik, melyik népnek az ősi írásával mutatnak rokonságot. A türköt hiába, hogy viszonylag egy helyen
keletkezett a két birodalom, vagy egy helyen éltek, nagy távolságot lehet kimutatni. Ők inkább azt gondolják, hogy a hunoknak a királyi dinasztiája az inkább nem türk jellegű volt, hanem inkább a magyarok felé vezethető. Tehát inkább ők azt mondják, hogy a mongolok és a magyarok őrizték meg a legjobban a hun hagyományt. De hogyan is lehet ez, hogyan képzeljük el, ugye, akkor, hogy hogyan keletkezik egy ilyen rovásjel? Hát valószínűleg más analógiák alapján lehet azt elmondani, hogy a türkök is ugye átveszik a jól működő írásrendszert, amit már kifejlesztettek az elődök a hunok. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a 13. században a nagy mongol birodalomban, ugye Zsingisz Kán is nem készített el egy új írásrendszert, hanem a meglévő ujgur írást már egy kicsit átalakítva veszi át, és azt teszi meg a birodalom írásává. Tehát azt lehet mondani, hogy nem alkottak ők sem újat, hanem egy ősi hagyományt folytattak. Ők már sajnos ugye felrúgják azt a hagyományt, hogy a rovás jelekkel dolgozzanak. De még egy... Igen, akkor gondolkozhatunk, hogy na, itt vannak ezek az ősi kínai jelek, amik azt mondják a kínaiak, ugye, hogy na, ez mindenképpen az ő ősi jeleikkel áll rokonságba. Vannak más példák is, hogy honnan eredhetnek a rovás jelek. Azt mondják, hogy nagyon sok ilyen nemzetség jelből, ezt ugye tamgának is szokták nevezni, ilyen összevont nemzetségjelet találtak sziklarajzokon, találtak szintén hun sírokban, és illetve pénzeken is. Tehát ez például ugye az Észak-Indiát és Közép-Ázsiát meghódító kusán uralkodók, a kusának egyébként szkíta eredetűek voltak, az ő érméiken találták, ezzel különböztették meg őket, tehát egymástól, hogy na most akkor melyik nemzetséghez tartozik valaki, vagy éppenséggel melyik törzsszövetségnek a vezetője. Nagyon sok kutató ma már azt állítja, hogy valószínűleg az ősi állatbillogokból, nemzetségjelekből, határjelekből fejlődhetett ki a rovásírás, és még egy fontos bizonyíték van arra, hogy már nagyon korán megvolt, elnézést, nem máshol találtak egy nagyon fontos és viszonylag ugye hosszú feliratot, mint az iszikköli szkíta kurgánban. Ez pedig mai Kazasztán területén van. Gondolom úgy ismeri mindenki ezt a leletet, hogy az aranyember kazakoknál ugyanis egy nagyon szép szkíta hercegnek megmaradt a temetkezése. Tehát itt már látható Krisztus előtt első század végén az, hogy igenis ismerték a rovásírást. Akkor ugye felvetődhet még egy kérdés, vagy egy látszólagos probléma, hogy mi az, hogy egyszer szkíták, egyszer meg hunokat mondunk, hogy lehet ez a kettősség. Ugye nálunk felrótták a történészek, az akadémiai történészek, hogy mi ez az ellentmondás a magyaroknál, hogy egyszer szkítának, meg egyszer hunnak is nevezik magukat. Hát akkor most döntsék el, hogy mihez akarnak tartozni. Hát gondoljunk bele, hogy nem csak mi mondunk ilyeneket, hanem például ma a régészeti szakirodalomban és a közép-ázsiai kultúrát, a késő ókori kultúrát szkíta és hun kultúrának együtt nevezik, és nem is tudják a kinti mongol, vagy a kazak, vagy a kínai régészek sem szétválogatni azt, hogy most melyik szkíta és melyik hun. Annyira hasonlítanak a régészeti tárgyak, úgyhogy azt hiszem, hogy őseink nagyon pontosan használták ezt a kifejezést, és valójában ezek a nevek, amiket mi használunk, hogy szkíta, vagy éppen hun, vagy éppen magyar, ezek nem olyan etnikai elnevezések voltak, hanem egy birodalomnak, vagy egy törzsszövetségnek ugye a neve, és mindig egy szeméről kapták, tehát ugye szkítákat azért nevezzük így, mert ősüket Szkolotosznak nevezték,
Ugye ezt a Hérodotosznak a feljegyzéséből kiderül. A hunoknak az őse pedig Hunor volt, nem csak a mi krónikánk tud egy Hunor nevű királyról, hanem a kínai krónikák is így emlegetik, hogy volt egy Hunor nevű hun király a Krisztus előtt 17. században, és ő volt a névadója a hunok államának. Illetve ugye van a mi nevünk a magyar, ugye a krónikáink azt mondják, hogy az ősapánkat hívták Magornak, Anonymus szerint pedig Magók királynak, aki ugye Mezopotámiában uralkodott. Tehát ezért így érdemes tisztázni ezeket a kérdéseket, hogy nem kell feltétlenül nekünk elkülöníteni a szkítákat és a hunokat egymástól. Van még egy feljegyzés a kínai krónikákban. Erre alapozták egyébként a nyugati kutatók az elméletüket. Tehát kínaiak sokszor leírják azt, hogy a hunoknak nincs írásuk, hanem csak fáraónak bizonyos jeleket. Ugye ezt mindjárt úgy értelmezték, hogy hát persze, hát na tessék, itt a bizonyítéka, hogy ezek milyen barbárok voltak, és nem használtak jelet. Arra nem gondoltak, hogy a kínaiak ugye úgy írják le ezeket, hogy nem olyan írásuk volt, mint nekik. Tehát ugye a kínaiak számára csak az volt a rendes írás, amit ugye ők írtak, a másik ugye az nekik nem számított igazi írásnak. Azt mondhatjuk, hogy rengetegszer emlegetik, hogy fáraónak, mind a hunokkal szövetséges más népek, tehát írásbeli forrás is van arra, hogy igen, a hunok és utódaink nagyon is jól ismerték már az ősi rovásírás, tehát nem lehet kétségünk afelől, hogy volt egy komoly írásrendszerük, sőt, még a kínai feliratok és a források azt is megírják, hogy leveleztek a kínai uralkodókkal. Azt ugye, hogy ez milyen nyelven történt, azt nem tudhatjuk, elképzelhető, hogy rovással és kínai írásjelekkel, ugye mindkét nyelven történtek ezek a levélváltások. Erre sajnos nincsen ugye fennmaradt bizonyíték, ezek az idők folyamán valószínűleg elpusztultak, de maguk a leveleknek a szövegei azért kínai nyelven fennmaradtak, tehát ezek azért bizonyítják azt, hogy igenis komoly diplomáciai kapcsolat volt a kínaiak és a hunok között, és ebben már ugye az írásnak fontos szerepe van. De miért nem maradt annyi töménytelen felirat? Erre is van egy nagyon jó válaszunk a hunok és utódai körében. Azért, mert nálunk, hát azt mondhatnánk, hogy szinte a 20. század elejéig, vagy közepéig, ugye az adott szónak nagyon nagy ereje volt, tehát nagyon sokszor nem is írtak le annyi papírt, szerződést, hanem elég volt annyi, hogy kezet fogtak, amikor megállapodtak egy ügyben, egy adásvételben, megitták az áldomást, egyébként ez egy ősi szkíta szokás, leírja még az egyik tordai jegyzőkönyv is, igaz, hogy ilyen fennhanggal, hogy ezt az ősi pogány szkíta szokást már jó lenne, ha elfelejtenék a magyarok, 16. századból származik ez az adat, tehát nem volt azért, hogy mondjam, annyira fontos a mindennapi életben, hogy mindent le kellett nekik jegyezni. Volt, ismerték, használták, de ugye voltak egyéb egyezményes jelek, amivel nagyon jól tudtak boldogulni, és tudták működtetni azért a helyi közösségeket. Van Mongóliában nagyon sok régi rovás felirat, ugye az a kérdés, hogy mennyi hun maradt, tehát van a sírokban, és van néhány olyan szikla felirat Mongólia területén, viszonylag sok helyről került elő, amelyeknek csak az egy részét tudták megfejteni a turkológusok, ami azt jelenti, hogy az ugye türk nyelven elolvasható. Nagyon sok olyan felirat van, ami ismeretlen eredetű, tehát nem lehet ugye a régi türk nyelven mindezt elolvasni, ami ugye azt jelentheti, hogy az akár lehet hun nyelven is. Tehát ez egy nagy kihívás a kutatók számára,
hogy érdemes lenne azokat megnézni, megfejteni, és egyáltalán a jeleket is beazonosítani, hogy van-e hasonlóság mondjuk a magyar rovásírással. Erre mondom, az ottani kutatók azért nem képesek, mert ők csak a türk jeleket ismerik. De annyit már ki tudtak zárni, hogy az nem lehet se türk, se ujgur, hanem ugye 6. század előtti lehet. Mondjuk itt a datálással elég komoly bajok vannak, hiszen ugye a szikla feliratokat hát nem nagyon tudják mihez kötni, főleg, hogyha csak önmagukban állnak, és ugye nincs mellett olyan rajz, ami alapján esetleg azt megmondhatnák, hogy ez most milyen középkori vagy ókori eredetű lehet. Úgyhogy még elképzelhető, hogy itt érdekes eredmények is születhetnek majd Belső Ázsiában, ami érintheti ugye a mi ősi hun, szkita hun hagyományunkat. Rádu Jánost faggatták egyébként a mongolok, hogy ő hogyan látja a magyar rovásírásnak az eredetét, illetve kapcsolatrendszerét, hogy mely írásrendszerrel, mely rovásrendszerrel áll kapcsolatban. Úgyhogy megtudtuk, hogy több is létezik, egy a türk fajta, másik pedig az észak-kaukázusi rovásírás rendszer. Ennek az eredete is ugye nagyon messzire, valószínűleg ugye a szkíta, szarmata népek közé, vagy ők hozzájuk vezethető vissza, és itt viszonylag az észak-kaukázusban is sokáig megvan a rovásírás. Azt mondta Rádúj, hogy az ő összehasonlító vizsgálata alapján 19 jel hasonló a magyarral, és ez azért fontos, ugye, hát ez az észak-kaukázust úgy kell elképzelni, hogy ennek a központja a meotiszi ingovány, ahonnan ugye hunor és magor kijön, és ugye meg hát ott alapítják meg az első igazi nagy hun birodalmat. Ezt a meotiszi ingoványt a 8. századi bizánci és latin szerzők bizánci is emlegetik, a bizánciak úgy hívják, hogy onoguria, a latin szöveget pedig úgy mondják, hogy hungária. Azt hiszem, hogy elég beszédes, hogy vajon kik lehetett ez a terület, hát nem másoké, mint a magyarokért, a mi őseinké. Azért nem szeretik ugye a hungáriát meg a használni sajnos az akadémikusok, mert ugye ez egyértelmű kötődést jelentene ugye velünk Árpád leszármazottaival, ezért inkább mindig ezt az onogúr jelzőt, vagy az onogúriát használják ugye a bizánci forrásokban, és ugye megpróbálják elterelni a figyelmet, hogy a Hungáriához nincsen semmi köze, holott annyi a különbség, hogy a bizánciaknál nem volt szó elejé H, tehát ezért nem tudták leírni ők azt, hogy Hungária, vagy Hunugária, vagy Hunuguria, amit ugye még Jordán Eszne ír a 6. században, tehát ezért maradt ez az onogur kifejezés a bizánciaknál, de mindenképpen ugye a magyarokat jelenti, és nem a bolgárokat. Ez is egy nagy tévedés a történettudományban. A bolgárok mindig bolgár néven szerepelnek, mi magyarok pedig hungár néven bukkanunk fel ott a kaukázusi forrásokban. És még egy nagyon fontos, amit ugye nem szabad elfelejtenünk, önálló birodalmat alkottunk, és nem voltunk se a kazároknak az alattvalói, se a besenyőknél, nem kergettek be minket ide a Kárpát-medencébe. Érdemes elolvasni a magyar krónikai hagyományt, hogy ők mit mondanak az őseinkről. Azt hiszem, hogy összehasonlító történeti vizsgálatok alapján csak ez a hiteles adat, tehát éppen ugye a mi régi hagyományunk. Ha már itt tartunk, azért meg kell említeni, hogy a magyar hagyományokban, tehát a magyar történeti krónikákban is szerepel a rovásírás. Többek között a képes krónika leírja, hogy a székelyek mai napig is szkíta jelekkel írnak. Ami ugye nem más jelent, mint a rovásírás. Tehát ugye ezt annyira sajátos és különleges lehetett a 14. században a Magyar Királyság területén,
hogy úgy döntötte a krónikaíró, hogy ezt mindenképpen a székelyek története kapcsán meg kell, hogy említse. Hát nem véletlen, hiszen ugye a székelyek őrizték meg még jobban azokat az ősi hun hagyományokat, a szkíta hun hagyományokat, amit ugye mindenki, tehát a magyar királyságban élő magyarok többsége magával hozott a Kárpát-medencébe, de ugye nagyon sok helyen ugye elhalványult a rovásírásnak a használata, és bizonyos területeken maradt meg. Ennek a legjellemzőbb területe ugye Erdély és Székelyföld. De ne higgyük azt, ugye, hogy ez csak velünk fordul elő. Más népeknél, más rokon népeknél is következhet be mondjuk írás csere. Például ugye, amikor új területre érnek, egy új civilizációs környezetbe kerülnek, akkor elképzelhető, hogy más írásrendszereket is használnak. Gondoljunk csak bele, hogy ugye milyen kései az, amikor eltered mondjuk Nyugat-Európában az írás, és egyáltalán ugye elkezdenek krónikákat írni. Ehhez képest már a hunok az ókorban legalább 2 vagy 3 írásrendszert ismertek a sajátjukon kívül. Tehát még nem csak azt mondhatjuk, ugye, hogy egyféle írásuk volt, hanem ugye ismerték például a kínai írásrendszert, és ismerték a Sejemút szakaszán különböző indiai és arámi jellegű írásrendszereket is. Tehát egy nagyon művelt, azt mondhatnánk, hogy ugye az ottani nemzetközi kereskedelem, nemzetközi kulturális központnak a központ szerepét töltötték be a hunok. Ők minden, tehát az ott, akár az indiai, akár a kínai, akár a közép-ázsiai kultúrkört jól megismerték. Van egy nagyon fontos szempont, amire azt hiszem nem nagyon hívták fel a figyelmet, hanem esetleg László Gyula hívhatta fel. Ugye a Nagyszent Miklósi kincs kapcsán ott menjünk. Ugye a Nagyszent Miklósi kincsről ma ugye ez az elterjedt álláspont, hogy az avarok kincse lehet. Találtak rajtuk rovásjeleket, de találtak ugye görög feliratokat. És hogyha meglátja egy magyar történész vagy régész, hogy ezek görög jelekkel, betűkkel írtak, na akkor mindjárt elmondja, na hát ez a bizánci hatás. És akkor jön a következő, azt mondják, hát ezek nem tudták leírni a bizánci jeleket, és 2 vagy 3 jelet rosszul írtak le. Hát én ugye elmerengtem a Nagyszent Miklósi kincs előtt, hogy mondom, hogy lehet az, ha egy mester egy ilyen páratlan alkotást készít, mindenki előtt ugye gondolom ott van, hogy milyen gyönyörű alkotások, azt hiszem a világ kincsei közül az első 20-ba megvan a Nagyszent Miklósi kincs, ma már ilyen toplistákat is készítenek a régészek. Egyébként az első 20-ba csak szkíta és hun leletek találhatók, erre is fel kell hívni a figyelmet. A világ legcsodálatosabb, legmívesebben megalkotott alkotásai, az mind a mi őseinkhez kapcsolható. És akkor ezenbe jutott, hogy akkor hogy lehet az, hogy ezt a 2 görög jelet meg eltévezték, vagy azt a 3-at? Hát ennyire újják lettek volna, hogy ugye nem értették volna az írást, aztán egyszer addig olvasgattam, hogy rájöttem arra, hogy hát Közép-Ázsiában ugye a görög volt a hivatalos jel, vagy a hivatalos írás, ugyanúgy, hogy amikor mondtam, hogy ugye Dzsingiszkán átvesz egy másik írásrendszert, hogy jobban tudja kormányozni a birodalmát, mert azt már úgy ismerték a birodalmán belül, úgy a mi szkíta és hun uralkodóink megismerkednek a görög írással, hát ezért van az, hogy mind romás jelek, mind pedig görög jelek vannak a Nagyszent Miklósi kincsen, és ez nem a bizánci írásjel, tehát nem a bizánci görög betűket használják, hanem ott a helyi közép-ázsiai görög jeleket használják, és ugye ez jóval korábbra datálja nekünk ugye a Nagyszent Miklósi kincs feliratait, ugyanis ez a rendszer főleg a pártusok idején volt meg. A pártusokról pedig azt tudjuk, hogy egyrészt kíta eredetűek voltak,
ugye Arszak volt a dinasztiájuk neve, és a közép-ázsiai hunokkal szoros kapcsolatban voltak, tehát szövetségesek is voltak. Tehát így egy kicsit összeáll ez a kép is, hogyha egy picit utána járunk annak, hogy akkor hogy vannak itt különböző írásrendszerek, a rovás hogy kerül össze a göröggel, hát így, hogy mind a kettőt használták, mind a kettőt ismerték, az egyik ugye a görögöt teljesen praktikus célból, hogy könnyebb legyen a közigazgatásban ugye eligazodni az ott alávetett népeket, vagy részben alávetett, részben szövetséges népeket, könnyebben ugye elérjék az egyszerűsített görög írásjelekkel, viszont ugye meg ugyanúgy használták az ősi jelüket. Tehát azt hiszem, ez is egy nagyon fontos szempont, hogy ezeket a mi feliratainkat még inkább így a szkíta és a hun szemszögből vegyük megint vizsgálat alá. A kínai krónikák ugye említik azt, hogy a hunok fába rónak, és amikor a kis mongol delegációnk ellátogatott Székelyföldre a múlt hét folyamán, akkor ugye kíváncsiak voltak a különböző feliratokra, meg hogy ugye még milyen írásrendszer volt, és a Rádó János megmutatott nekik egy rovásbotot, gondolom ezt már sokan ismerik, hogy mi célt szolgál, tehát oda vésték fel, hogy ugye egy gazda, mondjuk a pásztoroknak mennyi birkát ad, egyszerre mennyi, amikor ugye a tejet feldolgozzák, akkor esetleg időnként mennyit hoz el tőlük. Ugye ezt tavasztal ugye elkészítették, akkor felírtak rá mindent, és akkor ugye ősszel pedig elszámoltak ez a rovásbot alapján. Tehát ez volt egy ilyen régi, azt mondhatnánk, hogy egy ilyen könyviteli papír, tehát, vagy egy bot, hát akkoriban nem használtak annyi papírt, hanem sokkal észszerűbben oldották meg. És Ucsiraltú professzor, aki ugye a hun nyelvi emlékekkel foglalkozik, ő neki mindjárt leesett az, hogy mi lehet ez a kínai forrásokban, ami a hunokra vonatkozik. Leírják azt, hogy tényleg vannak ilyen különleges botok, amire ráírnak bizonyos jeleket, de nem értették, senki nem értette eddig a kínai forrásokban, hogy ez mit jelenthet. Hogy ez most azt mondja, ennek semmi értelme nincs, hát rovás jeleket nem írhatnak a botra, de amikor meglátták ezt a botot, akkor teljesen egyértelművé vált számukra, hogy a kínaiak mindent pontosan lerögzítettek, vagy rögzítettek a hunokról, de mivel ez a rovásbotnak a használata teljesen eltűnt Ázsiából, tehát én próbáltam úgy nyomozni, hogy van-e ilyen, hát ma már náluk ez teljesen elérhetetlen, tehát ismeretlen fogalom, ezért a régészek meg a történészek ott nem is tudták megmagyarázni, hogy miről írnak a kínaiak. Eljöttek Székelyföldre, meglátták, és mindjárt megértették, hogy na, hát akkor ezt írták le a hunokról a kínaiak. Tehát ez azt hiszem a mi érdemünk is, hogy ma már lehet, hogy nagyon sok tekintetben nem csak nekünk kell elmenni keletre, mint ahogy tette Kőrösi Csoma Sándor, hogy mi az őseink hagyományát megtaláljuk, hanem ugye a keleti kutatóknak is el kell jönni nyugatra, hogy ők is nagyon sok mindent, ami náluk elveszett, azt megtalálják itt a kárpát-medencei hun utódnépek között. Hát természetesen a rovásbotot találtak volna itt a mai Csonka Magyarország területén is, de hát ők most jelenleg csak Erdélyben és Székelyföldön vizsgálódtak, de hát remélhetőleg majd jövőre ide is eljutnak, és akkor itt is feltárják ezeket a számukra ismeretlen hun emlékeket. Úgyhogy azt hiszem ez egy nagyon fontos szempont számunkra. Nagyon fontos még itt a rovásírással kapcsolatban kiemelni tényleg azt, hogy Ázsiában ez is teljesen eltűnt. Tehát nem látható, tehát nincsen már meg a hagyománya annak,
ugye, hogy egykor ott milyen feliratok voltak, még a türk időben, utána az ujguroknál, tehát körülbelül a 9. század közepéig ezt használták, ezt a írásrendszert. Aztán, amikor az ujgurok megismerkednek a maniheizmussal, majd a nesztoriánus kereszténységgel, akkor lecserélik a rovás írásukat egy arámi jellegű írásra. Ugye az arámi volt az egyik nyelv, és az arámi írás az egyik közvetítő nyelv a Selyemút, az egész Selyemút területén. És ugye az ujgurok is elhagyják ezt, tehát mondom, teljesen nyoma veszett ennek az ősi rovás jelnek, és mi csak itt Európa keleti felébe, hát elsősorban ugye a Magyar Királyság területén maradt ennek nagyon sok nyoma, illetve a Krím-félszigeten próbálják ezt az ősi rovásírást feléleszteni. Ugye a most visszatért tatárok, krími tatárok között ugye kezdődik ugye az a hagyományőrzés szintén, hogy az ő jeleiket is ugye vissza szeretnék hozni, illetve Székelyföldön hallottam egy nagy utazótól, Berec Edgártól, ő körülbelül 20 nyelven beszél, és nagyon sokat utazott török területre, volt már Japánba is, és ő a gagauzoknál, tehát ott a Duna deltában élő egyik török népnél talált még élő rovást használatot, tehát jóformán három helyen maradt meg, de azt mondhatjuk, hogy a legélőbb hagyomány nálunk a Kárpát-medencében élt. Kérdeztük a Rádu János is egyébként, ugye, hogy milyen történeti emlékei vannak itt a rovásnak. Nagyon sajnálatos az, hogy ugye olyan elméletek keltek életre, még itt az akadémiai berkekben is, hogy ezt a Mátyás király udvarába találták ki, és akkor szerkesztették meg, és ugye azért van nagyon sok viszonylag kései emlék a rovás feliratról. Na hát ezt az elméletet azt hiszem mindenki felejts el, aki nem hallotta, akkor nagyon örüljünk neki, hiszen nagyon korai emlékek is kerültek elő, hát nem csak az elmúlt 20 évből, hanem azt mondhatnánk, hogy az elmúlt 50 évből. Hát egyrészt ugye már az avar sírokban, sőt, kezdjük a hunoknál, hogy a hun sírokban, meg a hun áldozati edényeknél is már találnak rovás feliratot. Az egyik legfontosabb emlék az a Szeged nagycégsúsi kincs, aranykincs, amit Móra Ferenc tárt fel a 20. század elején. Hát sajnos nem lehet megtekinteni ezt a páratlan kincsleletet, ugyanis ott őrzik valami páncélszekrénybe Szegeden, és nem akarják kiállítani, pedig azon is van ugye rovás felirat, és már volt arra próbálkozás, hogy magyarul fejtsék meg ezt a feliratot. Ezt még publikálták is a 19. század végén, azóta újabb olvasata nem keletkezett. Tehát ugye van hun felirat, akkor ugye van egy ilyen hun cikáda, amit kabócának is mondhatunk, azon is van egy nagyon rövid rovás felirat, az szintén ugye a hunokhoz köthető, tehát van viszonylag korán, és azt mondhatjuk, hogy innentől folyamatosan találnak leleteket, például az avarok között, mind a korai, mind a késő avarok között nagyon sok lelet van. Ezekkel Vékony Gábor foglalkozott, akit már említettem, neki elég sok publikációja jelent meg, és például ő már a közép vagy a késő avar rovás feliratokat magyarul olvasta el. Azt hiszem ez nagyon fontos megint, hogy ő szintén ugye ahhoz ragaszkodott, hogy ezeket már magyarul el lehet olvasni. Megpróbálta ő a türk nyelveken is elolvasni, de úgy nem kapott semmiféle eredmény. Tehát ez ugye már eleve László Gyulának a legalább a kettős honfoglalás elméletét igazolja, de inkább, ahogy az egyik, az unitáriusok mondták nekem Budapesten, hát azt mondják, László Gyula is már hármas honfoglalásba hitt a élete végén, csak nem volt elég ideje, hogy azt bebizonyítsa.
valószínűleg ugye nagyon nehezen juthatott ő is ugye keleti hun adatokhoz. Tehát megvan ugye a hunkorban, az avaroknál megvan, és ugye nem régen, hát már van annak 10 éve is, hogy ugye megtalálták az alsó bűi feliratot, amit a 9.-10. század körülire datálnak. Ez ugye az egyik kohóban, kohó mellett találtak, és azt olvasták le, hogy funám, tehát ezt is ugye a fújni, tehát ami ugye a kohászatnak, a kovácsolásnak is az egyik alapszava. Tehát ez is egy nagyon korai felirat, ugye ami a mai Magyarország területéről került elő. Hát gondolhatjuk, hogy megtörtént a felfedezés, nagy szenzációval tényleg kivételesen a média tisztességesen beharangozta, hogy milyen szenzációs lehet került elő. Na, gondoljunk bele, egy hónap múlva jött a válasz az akadémiától. Nem tudom, hogy ki találta ki, azt hiszem a Rónatas, akit most tüntettek ki, azt mondta, hogy hát ez nem is rovás felirat, hanem ez egy köröm, hogy valaki belemélyeztette a körmét, és úgy keletkezett ez a felirat. Hát én próbálkoztam, hogy lehet így a körmökkel egyszerre, mert hát ugye ezt egyszerre kellene bemélyezteni, de hát nem tudtam olyan köröm részeket, vagy nem tudtam úgy irányítani a kezemet, hogy az ilyen lenyomatot hozzon, tehát eleve nevetséges ez az elmélet. Arra szolgált, ugye, hogy megpróbálják kiiktatni ezt a fontos bizonyítékot, hogy igenis kora, tehát amikor Árpádék éppen bejönnek a Kárpát-medencébe, már akkor is van egy rovás felirat. Aztán Erdély területéről nagyon sok korai 11-12-13. Századi rovás felirat is előkerült. Ezeknek hát jelenleg körülbelül 8-10 az a szám adat, tehát még viszonylag kevés, de azért már azt jelzi, hogy igenis nagyon, tehát folyamatosan jelen van a rovás írás a Kárpát-medencébe, és ugye templomokon találnak jeleket, különböző köveken, ami mondom, a folytonosságot bizonyítja, és főleg azt, hogy nem szakad meg ez a hagyomány, ugye Szent István reformjaival, hanem igenis Erdély területén ezek szépen tovább élnek. Ez még egyébként felhívja egy másik fontos dologra is a figyelmet, hogy a székelyek nem betelepítettek oda, meg határőrök voltak, hanem ők tényleg ott éltek, ott használták az ősi, ugye szkíta vagy hun jelet, hihetünk Kálti Márknak is, aki szkíta jeleket mond, tehát ez megint tehát többet is bizonyít, tehát a folyamatos rovás jelenlétet a Kárpát-medencébe, és azt, hogy a székelyeket nem ide-oda telepítgetik, hanem ugye ők az ősi hun hagyomány egyik továbbvivői. Tehát szerintem ezek is nagyon fontosak. Hát a Rádúj János próbálja ezeket ugye közzétenni, csak ugye az a nagy probléma, hogy ezek a könyvek, amiket vagy füzetek, amiket ő közread, az nem nagyon kerül el ide Magyarországra, pedig nagyon jó lenne minél szélesebb körbe megismerkedni tényleg ezekkel a régi leletekkel. Az is nagyon különös, hogy ugye a magyar királyok is, és a papok is mennyire tiltják azt, hogy ugye a régi hagyományokat, régi, főleg a régi vallást gyakorolják a magyarok. Ezzel szemben azt látjuk, hogy Erdélybe a papok írják, a papok is használják a rovásírást. Tehát meglátogattunk most Székelyföldön néhány olyan templomat, ahol 13., 14., 15. századi feliratok, ilyen rövid rovás vésetek vannak. Ugye a pap beleírja ilyen graffiti-szerűen a nevét a templom oltára melletti kőbe, vagy éppen ott az egyik freskó alatt találtunk rovás jeleket, na ott mindenhol a nevüket vésik be, és hát ez azt bizonyítja, hogy az ottani keresztény papok igenis használják a rovásírást, sőt ugye, ahogy megyünk az időbe előre, úgy egyre több, még több lelet kerül elő. Például az Én Lakai templom, ugye az a talán az egyik leghosszabb rovás emlék, ahol az
ahol már az unitáriusok is használják, átveszik, tehát ez az igazi, ugye azt mondhatnánk, egyetlen ilyen igazi magyar vallás, amit ugye a reformáció után keletkezik, ők is átveszik és használják a régi hagyományt. Tehát azt láthatjuk a leletek alapján, hogy igen, megvan ennek a hagyománya, tehát nem azt mondjuk, hogy eltűnt, hanem ahogy a történelem folyamán, akár a népekkel, akár bizonyos kultúrákkal, vagy éppen valamiféle hagyományokkal történik. Van, amikor jobban használják, van, amikor ugye kezd eltűnni ennek a divatja, de mindig van egy olyan hullám, akár a hunok történetében, ugye akár a hunok utódnépei körében, így a magyaroknál is, hogy eszükbe jut, hogy úristen, hát ezt a régi ősi hagyományt fel kell támasztani, és újra megint el kell terjeszteni. Tehát van, amikor megint jobban elterjed a rovás, soha nem hal ki, hanem szépen apáról fiúra száll. Ennek a tudománya legalábbis ugye Erdélyben és Székelyföldön, ott teljesen szépen egyértelműen kimutatható, és valószínűleg ugye nekünk is követnünk kell így a székely testvéreinket, hogy mi is itt a mostani Magyarország területén ugye szintén felelevenítsük ezt a hagyományt, és ugye megtanítsuk minél szélesebb körben a rovás használatát. Természetesen vannak ilyen felhangok, hogy hát mi ennek az értelme, semmire nem, jó, ez már elavult, hát gondolom mindenki értesült ilyenekről. Na hát elmondom, hogy mit mondott az egyik barátnőm, aki gyerekekkel foglalkozik, tehát ő nagyon jól tud például kínaiul, elmesélte azt nekem, ez egy komoly kutatás, Nyugat-Európában is folynak már ezzel kapcsolatban kutatások, de a keleti régiókban, ugye nálunk milyen nagy probléma újabban a diszlexia. És azt mondja, hogy Kínában ismeretlen fogalom, és a keleti népeknél, akik valamilyen különleges írásjeleket használnak, azoknál ugye mind a két agyféltekét megmozgatja ez az ősi írásrendszer. És azt mondta, hogy ő bármit felmerne arra tenni, hogy ha rovás írást használnák a gyerekek, akkor ezt a diszlexiát, tehát ezt a írásképp zavart, ezt el lehetne tüntetni a gyerekek körében, és ő arra gondolt, hogy ő csinált is egy ilyen magánóvodát, és azt mondta, hogy ő tanítgatja a gyerekeket kínai jelekre, de azt mondja, meg fogja tanítani őket ugyanúgy rovásra, és akkor így megpróbálja ezt tényleg tudományos módszerekkel is bebizonyítani, hogy vajon ez megállja a helyét, ez a hát nem puszta feltételezés, mondom, a keleti írásoknál ez bevett szokás, vagy ez így működik, hát úgyhogy valószínűleg a rovásnál is fog működni, tehát ha valaki azt hallja, hogy ez haszontalan, akkor nyugodtan lehet mondani, hogy egy nagyon komoly bajt, nagyon egyszerűen, tehát nem kellene ide, nem tudom én milyen tudományos programok, amiket kifejlesztettek, hanem egyszerűen meg kell tanulni a rovásírást, a hozzá kapcsolódó magyar hagyományokat, és azt hiszem akkor ilyen problémákat ki lehet küszöbölni a gyerekeknél. Úgy nagyjából röviden ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmüket. A Borbál, az bármilyen kérdés, akkor nyugodtan tegyék föl, a rendelkezésre fog szerintem, és nagyon szívesen válaszol rájuk. Illetve ott a sarokban ő pár könyv, amit a Borbála írt, bármikor megvásárolt, és megtekintető, szívesen ad beszámolást a munkáiról. Megkérem Tóth Ilkó Mihály polgármester úr, hogy segítsen a táblavatásban. Táblát minél elő, amint az adminisztrációs és egyéb akadály kell elhárulni, ki fogjuk helyezni a hivatalra közösen.
Köszönjük szépen a rendezvényt, és a szózattal és a székely himnusszal fejeznénk be az estét.